Bogdan Ádám vagyok, szurkoljatok a válogatottnak, és nézzetek az NSO TV-t. Úgy tűnik, hogy ha gólt fejjel valaki a válogatottba, akkor nagyon sokat nem kell találgatni, hogy ki az. Csak köszönetet tudok mondani a rugójátékosoknak, mert tényleg érkezhetnék én, hogyha a labda nem érkezik oda. De tényleg ez egy örömteli dolog, hogy tényleg a pontrugásoknál ilyen veszélyesek tudunk lenni, és ez nagyon fontos majd a jövőben is, hogyha nem sikerül más, hogy akkor mindenképpen a pontrugásoknál mindenképpen ez egy nagy fegyver számunkra. Specialitás ez, hiszen a klubcsapatodban is azért bőven előfordult, hogy fejjel volt el eredményes. Igen, a klubcsapatomban ugye rendre eredményes tudok lenni, és hát örömteli, hogy most a válogatottban is tudok segíteni a csapatnak. Nagyon kemény volt ez a mérkőzés, hiszen júniusban még egyszer össze kell állni, még egyszer be kell bizonyítani azt, hogy ti igenis egy jó válogatott vagytok. Mennyire sikerült ez szerinted? Én úgy gondolom, hogy ugye ez a bajnokság után ez mindig egy kicsit ilyen nyögvenyelős mérkőzés, de hát ez egy válogatott, tehát tényleg örültünk, hogy egy válogatott összetartás van, tényleg egy nagyon jó közösség. Hogyha ezt egy mérkőzéssel tudjuk lezárni, akkor az mindenképpen örömteli. Hát ugye nekünk a románok ellen ugye még van egy mérkőzésünk. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is nagyon hasznos mérkőzés volt a kapitánynak, meg tudta nézni, hogy esetleg a románok ellen milyen taktika elemet tud majd húzni, és hogy miben kell fejlődnünk. Ti okosabbak lettetek valamennyivel, biztosabban mehettek oda a románokhoz? Tehát a felkészüléseteket jól szolgálta ez a meccs? Én azt gondolom, hogy megmutatta azt, amiben még fejlődnünk kell. Tehát mindenképpen a csapatvédekezésben, az együttes labdaszerzésben, az együttes mozgásban, mind támadásban, mind védekezésben sokkal jobban együtt kell mozognunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jól szolgálta a felkészülésünket. Hova még nyaralni? Magyarországon maradok, úgyhogy nekem az a nyaralás.